irányban tart, különösen a munkajogi szabályozás. El tudnak-e önök képzelni Európában egy olyan országot, ahol munkaügyi tárgyú törvény 129 paragrafussal úgy készül el, hogy erről az érintetteket, a munkavilága szereplőit nem kérdezik meg? Ismernek-e, tudnak-e olyan országot mutatni Európában, az Európai Unión belül, ahol nemhogy nem kérdezik meg a szereplőket, szakszervezeteket és munkadói szövetségeket, ez egyébként tényszerű, hiszen a tegnapi foglalkoztatási bizottsági vitán kiderült, ott megszólalt, mint a munkaadók, mint a munkavállalók képviselője, és tiltakozott az ellen, hogy nem csak, hogy tervezetet nem láttak, hanem, és ez a második nagy probléma, a létező párbeszéd intézményeket, amelyeket kifejezetten erre a célra hozott létre az elmúlt 20 év demokratikus gyakorlata, sem működtették, nem működtették avval a céllal, hogy ez megtárgyalhassa ezt a törvényt. Hozzáteszem, árulkodó a dolog. Árulkodó abban a tekintetben, hogy egy nap tárgyaltuk, ahogy itt erről már szó esett, az országos érdekegyeztetés hivatalosan átszervezésével kapcsolatos javaslattal eljavaslatot. Kérdezem én, mit vetít előre a párbeszéd intézmények átszervezéséről szóló javaslat, ha közben a létező intézményeket megkerülve a párbeszéd teljes hiányában nyújtják be a munka világát meghatározó legalapvetőbb törvényeket, mint például a munkatörvénykönyve módosítását, még akkor is, hogyha annak a célja nem egy átfogó módosítás, hanem néhány ponton való, de, mint ahogy az indoklásban is szerepel, alapvetően a munkáltató kérésére megfogalmazott módosítás. Azt gondolom, hogyha ez az eljárás jelzi, hogy mi fog történni abban az új intézményben, amelyik az országos érdekegyeztetés megszüntetése után jön létre, hát akkor az bizony nagyon elgondolkoztató. Akkor attól tartanunk kell. Hiszen ha be lehet hozni a munkatörvénykönyvét párbeszéd nélkül, akkor mi végre lehet az érdekegyeztetés megszüntetése után használni az új párbeszéd intézményt, amit letettek az asztalra. Önök is tudják, hogy az e törvénnyel párhuzamos párbeszéd intézmény, amiről a következő órákban majd lesz szó itt a parlamentben, a gazdasági szociális tanács és az eddigi érdekegyeztető tanács egyesítésével jön létre, legalábbis az előterjesztő szándékával. Ha csak formálisan közelítünk ehhez az érdekegyeztető megoldáshoz, ha csak úgymond matematikailag tekintjük, akkor látniuk kell, hogy ez a javaslat a korábbi gazdasági tanács, szociális tanács négy szereplője mellé, ezek ugye a munkaadók, munkavállalók, a tudomány és a civilek képviselői, mellé az országos érdekegyeztetési tanács integrálásával az egyházakat hozza be. Azaz másképp fogalmazva. Egy meglévő testület, amelyik ebből a négy szereplőből áll, valamint egy meglévő másik testület, amelyik a munkaadók és a munkavállalók képviselőiből áll, összege új fórumaként kialakul egy olyan fórum, amelyik ugyanazokat a tagokat tartalmazza, mint eddig a gazdasági szociális tanács, de kibővíti az egyházak sorával. Nem látom be, hogy ez a munkavilága és a gazdaság szereplői számára miért jelent hatékonyabb megoldást, miben jelent előrelépést, és miben teszi a párbeszédet kezelhetőbbé annál a formulánál, amelyet eddig önök egyébként használtak, hiszen december 2-án az érdekegyeztető tanácsban helyesen a minimál bére és a bérajánlásra vonatkozóan önök is, mint az elmúlt 20 év gyakorlata szintén eszerint volt, megkötötték a megállapodást. Úgy gondolják-e, hogy ezek a kérdések majd egy ilyen módon kibővült fórumon, mint speciális szereplők között jobban tárgyalhatók lesznek? Nehogy félreértsék. Nem az egyházak ellen szólok, akiknek egyébként egy széles körű társadalmi párbeszédben fölvethető a jelenlétük. Egy széles körű társadalmi párbeszéd fórumon, amelyik konzultációs jellegű, amelyik véleménykikérő jellegű, miért is ne lehetne szerepük? Abszolút. Nem megkérdőjelezhető. De azt feltétlen megkérdezem, hogy hogyan lehetséges helyettesíteni a korábbi párbeszéd fórumokat, ahol a érdekszereplők voltak jelen a munkavilága, munkáltatói és munkavállalói, ezt a szereplőket hogyan lehet helyettesíteni egy olyan fórummal, ahol nem érdekszereplők vannak jelen. Azért is hoztam ide ezt a problémát, mert sajnos ez választ enged arra a kérdésre,
hogy miért is van, hogy e módosításban most egyidejűleg a munkaügyi tanácsok megszüntetéséről is szó van. Azokról a munkaügyi tanácsokról, amelyekre igencsak nehéz azt mondani, hogy helyükbe is majd a gazdasági társadalmi, nemzeti gazdasági társadalmi tanács lépne, hiszen ezek a munkaügyi tanácsok területi, regionális elven szerveződtek a helyi munkaadói és a munkahelyi képviselők jelenlétével, és az önkormányzatok vezetésének a képviseletével. Önök is tudják, a foglalkoztatás kérdése nem kezelhető csak globális kérdésként, hanem a regionális munkaerőpiacok és a regionális kihívások szempontjából speciális kezelést is, helyi foglalkoztatás politikákat is igényel. Éppen erre voltak a megyei és regionális munkaügyi tanácsok. Mint ahogy a dolgozók és a munkaadók befizetéseiből álló munkaerőpiaci alap felügyeletére kvázi önkormányzati jelleggel szolgált a tripartit testület a munkaerőpiaci alap tanácsa. Nos, ezeknek a fórumoknak a megszüntetése rendkívül rossz irányt jelöl Magyarország számára. Azért hívom fel erre a figyelmet, mert az a példa, hogy ezt nem egyeztették a legfontosabb partnerekkel, és párhuzamosan ebben a törvényben törlik el a tripartit testületek egy részét, ez figyelmeztető jel Magyarország számára. Ezt az utat úgy vélem követni nem szabad. Ez Európából kifele vezet ez az út. Európában példátlan megoldást választott akkor a kormány, amikor nem folytatott érdekegyeztetést, és párhuzamosan megszüntett párbeszéd intézményeket. Nos, ezen bevezető néhány megjegyzés után jelzem, hogy két alap elvi hibát látok abban a közelítésben, ahogy az amúgy szükséges foglalkoztatás bővítésére irányuló, egyébként helyes törekvést a kormány e törvénnyel támogatni akarja. Az egyik a foglalkoztatás bővítésére tett a munkáltatók által kezdeményezett kérdések köre, a másik pedig az úgymond rugalmasság, a flexicurity kérdése, amiről szólni szeretnék. Nos, ami a foglalkoztatás bővítést illeti, úgy ítélem meg, hogy korai ma még különösebb optimizmusnak hangot adni. Helye van, önök joggal mondhatják, és azt gondolom helyén való fogalmazni ezt is önkritikusan. Helye van szembenézni az elmúlt 20 évben követett foglalkoztatás politikák eredménytelenségével. Helye van ennek. Önkritikusan kell szóljon mindenki, akinek ebben szerepe volt, magam is. De az egészen biztos, hogy ezen foglalkoztatás politikákkal szemben választott foglalkoztatás bővítésre irányuló mostani kezdeményezések, azok eltérnek nem csak az európai gyakorlattól, hanem a szakma mainstreamje által ajánlottaktól is. Én magam sem támogatom, hiszen alapvetően egyrészt a munkaidő növelésére, az egyfőre jutó munkaidő növelésére irányulnak konkrét kezdeményezéseiben, másrészt pedig a rugalmasságot a munkavállalói pozíciók rontásán keresztül képzelik el. Ez a két irány ebből a szempontból a foglalkoztatás bővítése úgy ítélem meg, nem vállalható. Pozitív eredményekről, fordulatról ugyanakkor úgy hiszem, akkor lehet szólni, hogyha egy aktív munkaerőpiaci politikával az ország megtalálta a bejárható útját, a foglalkoztatás bővülés bejárható útját, és mondjuk 4 milliót meghaladta a hazai munkavállalóknak a köre, meghaladta azt a szintet, amit a válság előtt elért a hazai aktivitás és foglalkoztatás, akkor azt hiszem, hogy már ezzel az eredménnyel vissza lehet utalni, a követett eszközök jóságának a megítélését lehet elbírálni. Nos, a foglalkoztatás bővítésről. Európában a követett cél a teljes foglalkoztatás, teljes körű foglalkoztatás kialakítása. Lényegében egy 70% feletti foglalkoztatási arányt jelent a 15-64 éves korosztály körében. A további 30% egy kis része, 5-7% európai átlag szerint aktívan munkát keres, azaz munkanélküli, további 23-25% inaktív, vagyis nyugdíjas, tanul vagy a gyermekét neveli. Ez Magyarországon köztudomásulag 55-56% körüli, 10-11% körüli munkanélküliséggel és 34-35% körüli inaktivitással.
Ahhoz, hogy ez ne így legyen Európában, a GDP, az adott ország GDP-jének 1,8-2%-át költik aktív munkaerőpiaci politikákra. Ez most Magyarországon az elmúlt években 1% alatt volt, ebben az évben a bejelentett intézkedések kapcsán ma már látszik, ennek 60%-a fele. Magyarán az 1% alatti mértéknek 60%-a fele. Ez tartok tőle, hogy megerősíti Magyarországot a legalacsonyabb gazdasági aktivitás helyzetében, a csaknem legalacsonyabb foglalkoztatási arányban és az átlagos munkanélküliségi arányban. Ez a javaslat nem jelöl ki törést ebből a helyzetből. Álláspontunk szerint a kitörés differenciált gazdaság és foglalkoztatás politika jelenti, amelyik is egyes társadalmi csoportokra differenciáltan irányul, azaz nem általában gondolja a foglalkoztatás és aktivitási arányt emelni, amelyik is a gyors alkalmazkodó képességét nem csak általában a munkaerőpiacnak, hanem konkrétan a munkavállalóknak segíti elő, és amelyik is bevonja a helyi regionális szereplőket, tehát a kormányzati aktív politikának részesévé teszi a regionális önkormányzati szereplőket is. Álláspontunk szerint 4 olyan jelentős társadalmi célcsoport van, amelyik számára, ha kitörést biztosító foglalkoztatás politikát teremtünk, akkor az egész számára is áttörést hoz. Ezek azok a társadalmi csoportok és élethelyzetek, amelyeknek zömében 30% körüli, legfőjebb 30%-os a foglalkoztatási mértéke, aránya, indexe. Ezek azok, amelyek, persze itt rögtön zárójelbe teszem, ilyen nem lehetséges egy országban, de ha nem volnának, akkor az összes többi számára megfogalmazott társadalmi célként a teljeskörű foglalkoztatás már valóság volna, hiszen az összes többi társadalmi csoport 70-75%-os foglalkoztatási arányjal bír ezen 4 csoporton kívül. Ilyenek tehát a képzetlenek, akik 8 általánossal vagy még avval sem bírnak, majd 2 millióan. Ilyenek a hátrányos helyzetű kis településeken élők, ahol akár 50-60 kilométeres körben nincsen olyan munkahely, amelyet a piac teremtene. Ilyen a hátrányos helyzetben, halmozott a hátrányos helyzetben lévők többek között a romák és megváltozott munkaképességűek, és ilyen az életkori hátrányokkal küzdők, akik a munkaerőpiacon ebből a pozíciójukból fakadóan vannak hátrányban, pályakezdők, 50-55 felettiek, gyesről-gyedről visszatérő anyák. Az az állításunk, hogy a számunkra megfogalmazott célzott programok segítik elő, hogy Magyarország általában is visszatérjen az európai államok azon körébe, akik joggal beszélhetnek a teljes körű foglalkoztatáshoz. Ehhez azonban a munkaidő alap más megosztása szükséges. Önök is tudják jól, hogy Magyarország második azon országok sorában, akiknél is az adott munkavállaló egy adott évben a legtöbbet dolgozik. Azaz nálunk van az egy főre, egy munkavállalóra eső leghosszabb munkaidők egyike Európában. Ez a munkaidő alap felosztását tekintve azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb foglalkoztatott egy adott munkaidő alapon, egy adott munkát elvégzendő. Hogy tételesen fogalmazzak, ugyanekkor a munkaidő alappal Hollandiában 74-75%-a dolgozik az embereknek. Persze rögtön hozzáteszem, magasabb fizetések mellett, és természetesen rugalmasabb képességekkel. Summa summarum azt akarom állítani, hogy nem abba az irányba kell haladni, tartósan nem abban az irányban, amelyet a válság kényszerített ki, és amelyikben egyik intézkedésük éppen ezen válságintézkedés meghosszabbítására szolgál, amelyik a heti 44 órás munkaidőt tartósá teheti, hanem épp ellenkezőleg tenni az atipikus foglalkoztatások, az osztott munkaidős foglalkoztatások, és ezek jobb elismerése érdekében kell, annak érdekében, hogy a munkaidő alap felosztása
az a nyugat-európai színvonalhoz közelítsen, mert ez a hazai aktivitási rátát is erősítheti. A második kérdéskör, amiről szólni szeretnék, az úgymond rugalmas biztonságnak a kérdése. A kormány egyik államtitkára úgy fogalmazott nemrégiben, ha jól tudom, a kommunikációs államtitkár úr volt, hogy túlzott a hazai munkavállalóknak a védelme, és ezért ezt lebontó intézkedésekkel kell Magyarországot Európa a legrugalmasabb munkaerőpiacává tenni. Jelzem, ez félreértése a Flexicurity európai értékeinek és elvének. Ez félreértése, mert a Flexicurity a rugalmas biztonságról arról szól, hogy egy bővülő munkaerőpiacon biztosabb munkavállalói, kiszámíthatóbb munkavállalói pozíciók mellett növekedjék egyszerre a biztonság és a foglalkoztatás. Hogy járuljunk hozzá a gazdaság szereplőinek a jobb körülményeihez, azáltal, hogy nem a munkavállalói pozíciókat rontja folyamatosan a munkaerőpiacon az adott kormányzat. Itt Magyarországon, hát ebből az államtitkári megszólalásból is erre kell sajnos következtetni, a rugalmas biztonságot, a nagyobb rugalmasságot egyfajta Latin-Amerika felé haladó munkaerőpiacként képzelik el. Sajnos a megfogalmazott módosítások is erre mutatnak. A gyermekgondozási segély időszakában felhalmozódó fizetés nélküli szabadság kérdésében, ide tartozóan a heti kötelező munkaidő kérdésében, vagy legpregnensebb módon a túlmunka kifizetésének mostani szabályában. Ez utóbbi ugyanis azt írja elő, hogy ellenérték nélkül, pótlék nélkül szabadidővel lehessen kiegyenlíteni a túlmunkát, ami azt jelenti, hogy idézőben mondom, ügyes munkaszervezés esetén el lehet azt érni, hogy ingyenes túlórát végezzenek a munkavállalók, ami nyilvánvaló módon elfogadhatatlan Magyarországon, és nagyon rossz üzenettel bír. Ezek a példák mutatják, hogy magyarországi az itteni előterjesztés Magyarországon a Flexicurityt a biztonság rontásán keresztül képzeli el. A munkavállalói szerzett jogok, korábban megszerzett jogok sérelme útján kívánja biztosítani. Ezt az irányt nem látom pártolhatónak, ez az irány ez nem igazolható. Egész, itt egy rövid megjegyzést szeretnék tenni kitérőként, egész Európában vita a Flexicurity hatásossága. Egész Európában vita, hogy válságban mit jelent a Flexicurity, és válságban mit jelent a párbeszéd. De úgy látom, hogy azok az erők, azok a demokratikus és szakmailag is megalapozott vélemények jutnak többségre, amelyek úgy fogalmaznak, hogy válságban és válság utáni világban nem a biztonság rontása jelenti a kiutat, válságban és válság utáni világban, az ebből való kibontakozásban nem a párbeszéd tagadása jelenti a hatékonyságot, hanem épp ellenkezőleg a párbeszéd, az együttműködés, ezen intézmények erősítése és a munkavállalói biztonság és a rugalmasság egyidejű erősítése. Azért szerettem volna, tisztelt ház, ezeket a kérdéseket szóba hozni, mert bár e törvény csak érintőlegesen szól e kérdésekről, mégis sajnos jelöli azt az utat, amire Magyarországon számíthatunk a soron következő munkatörvénykönyve módosításával, foglalkoztatási törvény módosítással, és már most jelezzük, ne járjunk ezen az úton, állítsuk meg az ez irányba folyó szakmai munkát, folytassunk róla széles párbeszédet. Köszönöm a figyelmüket. Most megadom a szót Spaller Endre képviselő úrnak, a KDNP vezérszónokának, ugyancsak 20 perces időkeretben. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim! Mérlegelnünk kell. Azt a kérdést kell mérlegelnünk, hogy ki tud ebben az országban munkahelyet teremteni. Hiszen én úgy tudom, hogy konszenzus van közöttünk abban a kérdésben, hogy abból az adósságválságból, amiben került Magyarország, csak a munkahelyteremtéssel tudunk kimászni. Ki tud tehát munkahelyet teremteni? Mi törvényhozók, vagy a vállalkozók? Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy a munkaadó tud munkahelyet teremteni, és szerintem hagyjuk, hogy tegye meg.
A munkahely teremtéshez le kell venni bizonyos terheket a vállalkozókról. Azt adminisztratív terhekről beszélek, a programunk is erről szólt. Korábban már csökkentek az adók, és bizonyos adminisztratív terhek is korábban lekerültek a vállalkozókról. Ez a törvény is ebbe a sorba illik. Rugalmasabb munkahelyektől azt várjuk, hogy olyanok is munkához jutnak, akik jelenleg munkanélküliek, hiszen a rugalmasság miatt megéri ezek létrehozását megkockáztatni. Ilyen szabály például a termelés visszaesése esetén tanúsítható rugalmasság. Én nem hinném, hogy a mostani munkavállalók közül bárki rosszabb helyzetbe kerülne ezekkel a szabályokkal. Én inkább azt gondolom, hogy a jelenlegi munkanélküliek közül fognak sokan jobb helyzetbe kerülni, hiszen lesz munkájuk. A hosszú betanulás időszaka a high-tech szférában lehet esélyes, hiszen hol lehet mondjuk fél éves próbaidőt kikötni, ottól nagyon sokáig kell tanulni az adott dolgot, és hát az egyszerűbb munkahelyek, az alulképzett munkavállalóknak szóló munkahelyek, azok többnyire nem ilyenek. Én azt remélem, hogy minél több ilyen munkahely lesz Magyarországon. A Flexicurity szerintem Kis Péter úr mélységesen félreérti. Ez tudomásom szerint ez arról szól, hogy a növekvő biztonság az a vállalkozásoknak jelent egyfajta növekvő biztonságot, az, hogy a profitjuk, az, hogy a kockázatot nem ők vállalják egyedül, hanem bizonyos esetekben ehhez segítséget kapnak, hogy ezt a profitot kitermelhetik. Ez azt jelenti, hogy több munkahely lesz, hiszen megéri létrehozni ezeket a munkahelyeket, és a több munkahely összességében nagyobb biztonságot jelent. Nem tudjuk megvédeni azokat a munkavállalókat, sem önök nem tudják megvédeni, sem senki más, akik veszteséget termelnek. Láthattuk, hogy nagyon bebetonozott szabályok voltak, és amikor jött a válság, akkor bizony az emberek munkanélküliek lettek. Ezek a szabályok megvédték őket, nem védték meg. Ami meg fogja őket védeni, és ami egy kicsit fölpörgetheti ezt a gazdaságot, az az, hogyha azt mondjuk a vállalkozóknak, hogy igen, termeljetek profitot, és abból tudtok embereket foglalkoztatni. A flexicurity tehát nem azt jelenti, hogy jogilag bebetonozunk bizonyos munkahelyeket, hanem azt jelenti, hogy összességében több munkahely lesz attól, hogy mernek a vállalkozók munkahelyet teremteni. A diák munka biztonságossá tétele szintén nagyon fontos. Én dolgoztam olyan helyen, egyetemi karrierirodában, ahol a munkadók azt mondták, hogy az a legnagyobb gondjuk, hogy a munkavállalók nem tudják, hogy mit jelent az, hogy munkahely, pontos érkezés, főnök, mit jelent az, hogy ha valamit kérnek tőlük, akkor azt nem szívességet kérnek, hanem azt kvázi meg kell csinálni. A diák munka azért fontos, mert ezt a fajta szemléletet tanulják meg a diákok, és amikor 24-25 évesen kijönnek az egyetemről, akkor ezt már tudni fogják. És ezáltal versenyképesebb munkaerők lesznek. Az alkalmi munkavállalás az egyeztetésnek egy nagyon szép példája. Ugyanis folyamatos egyeztetés volt azok között, akik igénybe veszik az alkalmi munkavállalást, és a minisztérium között. Az elmúlt egy évben, amikor létrehoztuk ezeket a szabályokat, akkor jeleztük, hogy amennyiben ezeket finomítani kell, akkor természetesen erre van lehetőség, és ezt most meg is tesszük. A társadalmi párbeszédről, ami szerintem nem ennek az előterjesztésnek a tárgya, hanem majd a következőnek, azért azt emeljük ki, hogy azt ön is elismerte, hogy a szakszervezetek, munkadók és munkavállalók ott voltak a bizottsági ülésen. Elmondhatták a véleményüket. Én kaptam tőlük e-maileket. Persze nem hívták őket össze faragott asztalhoz, nem ettek pogácsát, nem öblítették le kólával, és nem mondtak okos dolgokat. De ott a bizottsági ülésen, ott bizony a jó dolgokat el lehetett volna mondani, hogyha nem azt mondták volna, hogy korábban miért nem beszéltek velük, hanem ott helyben elmondták volna. Tehát én azt gondolom, hogy ez a része is szerintem megfelelő volt, vagy lehetett volna, hogyha abban találtunk volna kapcsolódó partnereket. Összességében azt tudom elmondani, hogy ezen okok miatt a KDNP üdvözli ezt a törvényjavaslatot, és támogatni tudja azt. Köszönöm szépen! Majd az a kérésem, hogy a kormány jelenlétét az segítsenek helyreállítani. Gondolom, hogy államtitkár úr valahol itt van. De addig is azért lépjünk tovább.
Megadom a szót Berta Szilvia képviselőasszonynak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát először is szeretném kifejezni abbéli nem tetszésünket, hogy megint egy olyan salátott törvényt nyújtott be a kormány, amiben egymástól azért rendesen eltérő dolgokat szabályoz, és bár vannak benne részek, amik jók, de összességében véve megint nem szavazható meg, pontosan azért, mert arra kényszerítenek minket, hogy egybe szavazzunk egymástól szinte független dolgokról. Ez megint a hatalmi arrogancia, hogy igazából nem is kíváncsiak a véleményünkre, hanem csak úgy daráljuk le az egészet egybe, és egy vitaszakasz alatt beszéljünk meg 8 féle témát. Vannak benne ugye jó dolgok, üdvözöljük például azt, hogy a vezetőbeosztású édesanyáknak nagyobb védelem jár, ugyanakkor a másik oldalon mindjárt megtalálható az is, hogy a gyermekvállalás első éve helyett most már csak fél évre jár ugye a fizetés nélküli szabadságra jutó szabadságigénybevétele, ami talán itt ülő férfi kollégáimnak nem jelent sokat, de édesanyaként én is, és valószínűleg itt még sokan tudják, hogy ezért ez egy nagyon hasznos része volt a gyers, illetve gyed részének egy kis, úgymond, hosszabbítás, amivel igenis nagyon éltek az édesanyák, hogy a gyerekeket beszoktassák az intézményekbe. Úgyhogy miközben a gyermekvállalás támogatásáról és a család támogatásáról beszélnek, azért szépen nyesegítik vissza azokat az eszközöket, amik egy kicsit kényelmesebbé vagy a gyerekek számára is kedvezőbbé tették a gyermekvállalást. Ami viszont nagyon komoly probléma, az a munkatörvénykönyvében lévő sok apró olyan módosítás, aminek egyike sem önmagában egyike sem drasztikus, de ha összességben véve nézzük, akkor az úgymond rugalmas munkaerőpiacot teremti meg, és ez a rugalmasság ez azt jelenti, hogy a munkavállalók rugalmasan kihasználhatók. Ugye itt tulajdonképpen arról van szó, hogy miközben a próbaidőt 6 hónapra is fel lehet emelni kollektív szerződés keretei közt, ugye a másik oldalon a munkaügyi ellenőrzésekről szóló részben mindjárt kiveszik a szakszervezeti vezetők számára biztosított munkajogi biztonságot, tehát még jobban kiszolgáltatják az amúgy is a munkáltatótól függésben lévő szakszervezeti vezetőket, és álszent módon arra hivatkoznak, hogy hát, hogyha kollektív szerződésben ezt meghatározzák, akkor lehet csak 6 hónapban meghatározni a próbaidőt, miközben teljesen nyilvánvalóan nem fognak tudni a munkáltatói nyomásnak ellenállni a szakszervezeti vezetők, tehát ezt a 6 hónapot akár mindenhol, ahol létezik szakszervezet, be fogják tudni vezetni. A másik szintén ilyen, ez a 36-44 órás munkahét, amit tulajdonképpen a szocialista kormány vezetett még be, ugye ezt a lehetőséget, hogy meg lehet így variálni, hogyha átmenetileg nincs munka, akkor utána át lehet csoportosítani a fel nem használt munkaórákat későbbre. Csak hogy ez egy válságintézkedés volt, most itt önök vagy nagyon optimisták, és azt mondják, hogy állandósítsuk a válságot, és akkor ezt, mert ez idén december 31-ig szólt volna ez az átmeneti intézkedés, de önök ezt véglegesíteni akarják. Bár próbáltak bele garanciákat tenni, de hát azért teljesen nyilvánvalóan ez is egy újabb olyan tényező, amivel kiszolgáltatják a munkavállalókat, rugalmasabbá teszik számukra a munkaidőt. Ehhez jön még hozzá a szabadság ugye több részletben történő kiadásának lehetősége, illetve hogy a túlmunkát pénz helyett szabadidőben is ki lehet most már adni. Ezzel azt érik el, hogy nagyon rugalmasak lesznek a munkavállalók, a pihenőidő az teljesen ellehetetlenül számukra, teljesen kiszámíthatatlan lesz az egész életvitelük, a magánéletük, illetve hát akinek másodállása van, az annak valószínűleg rá fog menni a másodállása a főállására, hiszen össze-vissza tudják rángatni, nem tudja kiszámítani azt, hogy mikor mennyit kell dolgoznia, mikor, hogy tud elmenni szabadságra. Hozzáteszem, hogy mindenről eddig is történtek megállapodások munkaadó és munkavállalók között, csak hogy ez legalább egy alkú alap lehetett a munkavállaló részére, hogy neki is volt beleszólása. Most innentől kezdve ezt a kiszolgáltatottságot törvényben rögzítik. Innentől kezdve még csak szava sem lehet ellene, hiszen hogyha a munkaadó úgy gondolja, akkor az lesz és kész. A munkaerőpiac rugalmassága nem azt kellene, hogy jelentse, hogy maximálisan kizsigerelhető a munkavállaló azért, hogy a munkaadónak még több profitja legyen, mert ebből majd remélhetőleg új munkahelyet teremt, de valószínűleg nem, hanem majd elmegy és a tengerparton elkölti ezt a még több profitját, mert ugye ez is jellemzően nem Magyarországon költik el ezt a felhalmozódó tőkét, hanem magáncélokra külföldön, illetve luxus termékekre, amik szintén külföldről jönnek be.
A rugalmas munkaerőpiacnak azt kellene, hogy jelentse, hogy a gazdasági tevékenységhez legjobban illő munkarendet be lehet vezetni. Ez lehet távmunka, ez lehet rugalmas munka, ez lehet részmunkaidő, de nem azt, hogy egy adott munkastíluson belül lehet rángatni a munkavállalót ide-oda.